Megírták már nékem az úti cédulát, ne tapossam többet az apám udvarát. Az apám udvarát, a nagy utcán a sárt, tapossam ezután a babám udvarát. Jaj, pártám, jaj, pártám, Győri gyöngyös pártám, nem elvesztettelek, csak felcseréltelek. Egy kontyér, egy gondér, egy szűke legényér. Egy kontyér, egy gondér, egy szűke legényér. Örömmel virrad fel, rejám el szép reggel. Örömmel üdvözlöm ártatlan szívemmel. Mert ma változott meg életemnek sorsa, vagy hótig örömre, vagy örökös búra. Vagy hótig örömre, vagy örökös búra. Mikor tekerik a kontyot, aláraknak minden gondot. Mik is tekerjük a kontyot, alárakunk minden gondot. Üvegablak, részkarika, édes anyám, néz ki rajta, néz ki rajta keservesen, vagy látsz többé, vagy sohasem. Úgy szálljon ránk most az Isten áldása, mint az égi harmat száll a virágokra. Jaj, pártám, jaj, pártám, Győri gyöngyös pártám, aranyból, ezüstből készített koronám. Aranyból, ezüstből készített koronám. Bodó Tímea, Emese, Szilágysági dalok, kódja a 04-es SMS-ben, és ezek szerint akkor az applikáción keresztül is. Tényleg fáradj ide mellém, ne felejtsék el a kedves nézők, hogy mind a két számjegynek szerepelnie kell. Sebestyén Márta véleményére vagyunk kíváncsiak. Emese, nagyon örülünk, hogy ismét hallhattunk. Emlékezetes maradt számunkra a múltkori gyönyörű Gyimesi keservesed. Ez is hasonlóképpen gyönyörű volt. Valamiért nagyon lelki alkatodnál fogva is, és énekesi alkatodnál fogva is, nagyon-nagyon találnak és illenek hozzád az ilyen típusú bensőséges énekek. Erről a vidékről viszonylag ritkán hallunk dalokat, hangszeres zenét, meg táncokat talán gyakrabban, ezért is örülök nagyon a Kárásztelki szép menyasszonyos énekeidnek. Ez egy különös rítus, amikor a leányból asszony lesz, és egy szomorú búcsúzás ez a gyermekévektől, a leányságtól. Mentorod, dr. Juhász Katalin, azt hiszem, hogy sokat mesélt is neked erről, és segített a felkészülésben. Ő küldte el nekünk azt az Almási István jegyzetet, ő egy híres erdélyi népzenekutató, amiben le is írja ezt, hogy miről is van szó. A vőfé a vacsora előtt kikérte a menyasszonyt kontyolásra. Ekkor a leányok és az asszonyok körbeálltak, és rázendítettek erre az énekre. A násznagy pedig a menyasszonyt kézen fogva körülvezette a szobában. A menyasszony ez alatt eltakarta a szemét, és sírt.
mivel ekkor változott át asszonnyá. Tehát ez ténylegesen egy ritus. De gyönyörűen úgy oldottad meg, hogy nem te magad sírtál, hanem mi bennünk keletkezett egy ilyen nagyon torokszorító, megható érzés. Csodálatos volt. El kell mondanom, hogy a szinte iskolaszerű vagy mintaszerű, ahogyan a Jaj Pártám kezdetőjénekben a harmadik sorban az a gyönyörű felfutás, ilyen finoman, a legritkább, hogy az ember ilyet hallhat, talán csak adatközlőktől. Hát nekem volt ilyen élmény, amikor szegény Halmos Bélától annak idején diákkoromban megkaphattam azt a szilárdsági szallagot, amit sajnos bűnös módon soha nem jutattam vissza hozzá, pedig hányszor kérte. Mert ilyen gyönyörűek a szilárdsági énekek, és ilyen szépen énekeled, Emese. Úgyhogy noha nem pontozunk most, én azért egy szívecskét hadd ajánljak fel neked. Köszönjük szépen! Köszönjük, Agócs Gergely! Csak annyit tennék hozzá, hogy legutóbb, amikor hallottunk téged énekelni, ugye a gyimesi csángóknak egy nagyon szép műfajából a keservesek közül választottál egy nagyon szépet, és becsületesen végigénekelted. Akkor az volt a meglátásom, kicsi kritikánk, hogy egy szint mutattál meg, na most megmutattad ennek a szilárdsági tájnak gyönyörű szépen azokat a bensőséges színeit, amelyek ebben a lakodalmi rítusban megmutatkoznak, úgyhogy magával ragadó volt. Köszönjük szépen!